Kedves Sándor, azt szeretném megtudni, hogy milyen összefüggés van Jézus szolgálatának kezdetén a pusztában töltött 40 nap, és a föltámadás után még a földön töltött 40 nap között üdvözlettel egy nézőik. Egyébként nagyon örülök, hogy ilyen kérdéseket tesznek fel, ez is fontos kérdés a 40 nap 40 nap. Természetesen van összefüggés a kettő között, nem véletlenül, hogy többször is szerepel a 40-es szám, 40 esztendőn keresztül vezette Isten Izrael fiait a pusztában, 40 esztendeig uralkodott Dávid, 40 esztendeig uralkodott Saul, 40 esztendeig uralkodott Salamon, 40 esztendeig volt Egyiptomba a, a Mózes, 40 esztendeig volt pusztában, és 40 esztendeig tartott a szolgálata Mózesnek, ez is így ilyen módon, ugye 120 évet tesz ki, és ebben korában, korban költözött el Sáms, illetve Mózes az úrhoz. És ugye Illés is a pogácsával 40 nap, 40 éjjel ment Mit jelent ez? Nyilván nem tudjuk teljes mértékben a szám azért én oszkodok, de egyértelműen a jelképnek a jelentéstartalma a nevelés, a felkészítés és a megpróbáltatás. Nevelés, felkészítés, felkészülés és a megpróbáltatás. Tehát a názeti Jézusnál a 40 nap azt jelentette, hogy fel kellett készülni neki a földi szolgálatra, meg, ugye, megpróbáltatáson ment keresztül, 40 napon keresztül a pusztába, kísértések által, és, és ebből a kísértésből győztessel jött vissza a Szent Szelem erejével. A föltámadás után is 40 napig tanította az emb, a, a tanítványokat a szentilek által Isten országához tartozott dolgokra, ami azt jelenti, hogy ez a 40 esz, ez nap is felkészülés volt a mennyei örök életre és a főpapi szolgálatára. Tehát minden, a, például Izrael fiainak a 40 éves pusztai vándorlása is. Egyben volt nevelés is, látjuk, ők kemény nevelést kaptak, úgy abba, hogy csak kettő ment át a vizsgán, Káleb és Józsué, ugye ebből tanulni kell, és ugyanakkor felkészülés is volt, hogy kik, melyik, melyik generáció mehet be az ígérez földjére. Tehát ilyen módon valóban van szellemi és morális összefüggés a 40-es számok között. Ugyanezt látjuk a királyságnak. Ugye a Saul volt az első király, utána Dávid, utána Salamon, előtte ugye Birákország volt, és ez a három által történt meg, a rendszerváltás, és igazából Dávid vá fejezte be legalábbis politikailag, a rendszerváltás meg spirituálisan Salomon fejezte be a templomnak a felépítésével, és utána jöhetett volna a csodálatos korszak, de tudjuk azt, hogy sajnálatos módon nem ez jött, hanem eltértek az Izraelnek a, és Judeának a királyai Istennek a beszédétől. Tehát valóban ebből a szempontból is érdekes tanulmányozni a Bibliát, sok tanulságot, üzenetet lehet ebből is megérteni, úgyhogy köszönöm ezt a kérdést.